Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Halak, nyár, 12 asztrológiai ház, mit hoz a nyár? Hát sok mindent. Például Szaturnusz, ugye most a halakban tartózkodik, retrográd lesz. Na de nézzük, egyes ház, egy picit belekukkantunk, egyes ház én vagyok. A külső, a belső, a hangulatom, milyennek lát a külvilág. Négyes, stabil, stabil anyagi helyzet. Stabilnak érzem az életemet. Változott valami? Nem. Fog változni valami? Nem. Viszont lesz pénz. Lesz pénz. Stabilitás, biztonság. És vigyázni kell a pénzünkre. Azért ez a kártya ezt is üzeni. A pénzre vigyázni kell. A környezetünk fősvénynek is láthat minket, mert ez a kártya szokott mutatni olyat, hogy nagyon vigyázok a pénzemre, zsugori lehetek. Tehát ilyennek is láthat minket a környezetünk. Kettes ház, maga a pénz. Maga az önértékelés, kettes ház. Erő, ó, lesz erőnk pénzt szerezni? Igen, ez lelki erő elsősorban. Lelki erő, legyőzni a lustaságunkat és pénzt keresni például. Legyőzni a félelmünket és végre pénzt keresni. Ez egy csodálatos kártya, nagyon erős, hát maga az erő. Hármas ház, a kommunikáció, az utazás, a tanulás, a rövid utazás inkább ide tartozik. Kommunikáció a közvetlen környezetünkkel, kik vannak körülöttünk nap mint nap. A szomszédok is ide tartoznak, de a testvérek is ide tartoznak. Hetes kelyhek, kellemes kártya. Kellemes. Lesz választási lehetőség, ide utazzak, oda utazzak, vagy amoda. Vagy autóvásárlás, az autó is ide tartozik. Ezt az autót vegyem, vagy azt, vagy amazt. Vagy tanulás, hova menjek tovább tanulni például. De ez a kártya mutathat illúziót. Tehát ilyen rózsaszín világban élünk. Lehet, hogy nem akarjuk látni az igazságot, vagy nem látjuk még az igazságot, hogy valójában milyenek a szomszédok, milyen a testvérem valójában. Lehet, hogy csak haszonlesők, tehát a közvetlen környezetem, tehát akár ilyen is lehet. Megyünk tovább. Négyes ház, maga az otthonunk. A házunk, a lakásunk, a környezetünk, ahol lakunk, a család, hármas, érmék, pénz, egy nagyon kellemes pénzes kártyát kaptunk, jöhet a pénz, a családtagok akár támogathatnak minket anyagilag, ilyen is lehet. Lehet ez egy családi vállalkozás, ilyen is lehet, hárman összeállunk. És jönni fog a pénz. Vagy valamit vehetünk a házunkba. Valami újat. Jó, kellemes kártya. Ötös ház. Az örömhozó ház. A boldogság háza. Kinek mit hoz? Kinek mi a boldogság? Valakinek a sport, valakinek a nyaralás, a szerelem is ide tartozik, a romantika, a gyermekek is ide tartoznak, a hobbi ide tartozik. Ó, nagy változás! Nagy-nagy változás, maga a halál. Nem kell megijedni ettől a kártyától, és főleg, hogy az öröm, boldogságház, ez. Tehát lehet itt nagy változás. Lehet, hogy eddig nem tudtunk elutazni, nyaralni egy drágább helyre. Most sikerül például. Nagy változás. Valaki találkozik a nagy szerelemmel. Nagy változás. Nagy változás. Ugye az élet és a halálháza, vagyis kártya. A gyermek születése, ez is nagy változás.
de örömöt fog hozni. Tehát itt nagy-nagy dolgok várhatóak. Hatos ház a munka, az egészség, a betegség, az akadályok. Az orvosok, a kórház, a táplálkozás, a háziállatka is ide tartozik. Tehát ez egy nehezebb ház, a kötelesség, kötelesség háza. Ó, na most az orvos, ez a királynő lehet. Lehet orvos. Lehet pszichológus például. Valaki, aki segíthet nekünk, lelki támaszunk lehet például. Nagyon gyakran ez a királynő vagy rák, vagy halak, vagy skorpió. Ez a királynő maga a halacskákat is tudja mutatni, hogy ez te vagy. Jó, ezekre a személyekre oda kell figyelni. Lehet ő egy főnök, lehet a munkahelyünkön. Van egy ilyen hölgy. Ide majd húzunk még egy kártyát. De kellemes, kellemes kártya. Boldogság, ajándék, lelki támogatás. Tehát kapunk jó dolgokat ettől a hölgytől. Hetes ház a partnerek háza. A házastárs, az üzleti partner ide tartozik például. Az ellenség is. De egy csodálatos kártyát kaptunk. Ez maga az ász. Ez maga az új dolog. Egy új partnerünk lehet? Igen. Igen. Főleg az ötös házban, ugye ott a halálkártya a nagy változás. Ez lehet egy új partnerség. De ez új örömforrás. Ez egy nagyon kellemes kártya, az egyik legkellemesebb kártya az egész kártyapakliban. Az egyik Jolly Joker. A nyolcas ház, a Plutói ház, a Plutó, a nagy hatalom bolygója, a nagy változások, az élet és a halál háza, ez a nagy pénz, az idegen pénz, viszont amit lehet használni. Ó, a csillag! Ó, valakinek valóra fog válni az álma, a vágya. Valaki lehet megkapja az örökséget, mert ugye nagy pénz az ide tartozik. Nagy pénz. És egyébként az ötös ház, például maga a játék is oda tartozik. A lottó az is játék, a tőzsde az is játék, és itt akár ilyen dolog is várható. Tehát az a pénz, ami nem a miénk, mégis rendelkezésünkre áll. Tehát itt jöhet akár egy nagy nyeremény, az álmok valóra válnak. És ugye az ötös házban ott a nagy változás, maga a Plutói kártya. És ez is maga a Plutónak a háza. El lehet érni a csillagot? Nagyot lehet szakítani itt. Ahogy szokták mondani, 9-es ház, a Jupiter háza, a nagy szerencsének a háza, a nagy szerencsének a bolygója. Az utazás, a külföld ide tartozik. A tanulás, a jogi ügyek ide tartoznak. Mi lehet itt? Itt lehet valamilyen nehézség. Van konkurencia. Van konkurencia, meg kell küzdeni. Itt lehet valami, akár jogi ügyekben lehet valamilyen nehézség. De ez sportszerű küzdés. A tanulásban meg kell küzdeni. Támadhatnak minket a tanárok például, de jogosan. Igen, tehát ez tisztességes. Tisztességes konkurencia. 10-es ház, a karrier, a státusz, az ambíciók, a célok, a legnagyobb cél. Ó, mi van itt? Az egyik védőkártyánk, a legfontosabb ház, a legmagasabb ház, inkább ezt mondanám, a 10-es ház. Főpapnő, itt lehet a háttérben egy titok,
Mindig, mindig van a háttérben valami, amiről nem tudunk, amit eltitkolnak tőlünk, amikor ez a kártya kijön. Jó? Lehet valaki főnök akar lenni, de akadályozzák. Valakik, akikről még ezt nem tudjuk. Van valami a háttérben. Jó? Státuszváltás. Akarjuk azt az esküvőt, de valami vagy valaki akadályoz minket, akiről még nem tudjuk. Tehát van valami a háttérben. A 11-es ház, ez maga az internet, ez maga a közösségi média, ez maga a jövőképünk, a csoport, a csoportos tevékenység, a barátságok ide tartoznak, és egy nehezebb kártyát kaptunk, 10-es. Közelebb hozom a kártyát, lehet látni, hogy ez egy nehéz kártya. Ez egy befejezés. Ez egy csalódás valamiben vagy valakiben. Ez egy végleges lezárás. Egy barátságot lezárunk. Vagy valakit letiltunk az interneten. Ilyen is lehet. Maga a kardok, az maga internet. Például. Valamit le kell ezt zárni, befejezni, megszakítani valakivel, valamivel a kapcsolatot. Lehet a titok miatt, ott a háttérben valami zajlik. Nem könnyű ez a lezárás, fájdalmas, de ez a kártya azt üzeni, hogy fájdalmasabb már nem lesz. Ezután jön a gyógyulás. A 12-es ház. Egyébként a 12-es ház a ti házatok. A halacskáknak a háza, a láthatatlan világ, a misztikus világ. Mint maga a halacska, a titok, a befejezés, az izolált hely, a távoli földek. 4-es, jaj, de csodálatos kártyát kaptunk. Az ünnep. Lesz mit megünnepelni. Például utazás, például költözés, emigrálás ide tartozik. Lesz mit megünnepelni. Olyan hely hozzátartozik a 12-es házhoz, ami izolált hely, ahol tudunk regenerálódni, feltöltődni. Lehet ez egy szanatórium, lehet, hogy ez egy sziget, lehet, hogy ez egy kolostor, hiszen a vallás, a hit is ide tartozik. Lehet, hogy ez maga az ezotéria, lehet valaki elkezdi jógázni, meditálni, mert ez is minden a 12-es ház, de itt boldogság van. Boldogság van. A 12-es házzal szemben ott van a 6-os ház, a 6-os ház maga a munka, az egészség, és ott is egy csodálatos kártyát kaptunk, a királynőt, jó? Tehát itt jöhet a gyógyulás, a lelki gyógyulás akár. Na nézzük a plusz információt. Középre teszünk egy kártyát, a király. Ó, valaki tényleg ilyen csodálatos király lesz. Érmék, az érmék királya. Ez az egyik, ha nem a legerősebb kártya. Valaki ilyen király lesz, ilyen pénzes, akinek van pénze, van hatalma, vannak lehetőségei, és ugye ott a csillag, a reménycsillag, ott van a 8-as házban, a nagy pénz, ahol a nagy pénz szerepel. Valaki ilyen király lesz, ilyen pénzes, ilyen klassz, ilyen menő. Valakinek egy ilyen király segíthet anyagilag. Nagyon gyakran ez a király vagy szűz, vagy bika, vagy bak. Érdemes odafigyelni ezekre a személyekre. Na de húzzunk még egy kártyát, és megnézzük, mert ez a királynő, ez lehet maga a halacska. Tehát a kártya azt üzeni, hogy te vagy. Te vagy ez a királynő, és akkor mi történik itt velem? A kelyhekre kihoztuk a kelyheket, a víz energiát, a ti energiátok. Boldogság. A halacska boldog lesz. Lesz mit megünnepelni.
Boldogság szerencse a munkahelyén? Jön egy új munkahely? Lesz mit megünnepelni? Lehet kocintani, pezsgőt bontani? Igen. Jön az egészség? Igen. Tehát ünnep, egy nagyon csodálatos kártyát kaptunk. Nos, plusz-plusz információkat nézünk, habár itt csodálatos kártyák vannak. Na de, nézzük meg ezt a tízest. Ezt a tízest, a 11-es házat. Az egy nehéz kártya. És vele szemben van, ugye, ez. A 11-es házzal ott van szemben az 5-ös ház. A 10-es a végleges lezárás. A kardok 10-es. A halál, nagy árkánum, azt üzeni, hogy valami véget ér. Bezárunk egy ajtót, és új ajtót fogunk kinyitni. Új élet, új forgatókönyv. Kettő darab ilyen kártyát kaptunk. Persze a halálkártya meg a kardok tízesen hozhat halálesetet, de hát ilyen az életünk, megszületünk, meghalunk. Ez lehet egy ismerősünk, vagy rokonunknak a halála, tehát ilyen hírt kapunk. Hát ez benne van a pakliban, ilyen az élet. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, ezt el kell fogadni. Na de, plusz információ, van egy gyorsaságunk. Aha, egy gyors lezárás. Jó? Ez a lezárás, ez gyors lesz. Végleges, kész, valamit elvágunk. 10 darab kardunk van valamitől, vagy valakitől megszabadulni. Valamitől, vagy valakitől gyorsan. Jó, valamilyen negatívum, az nekünk nem kell. És nem is kell cipelni tovább ezt a negatívumot. Gyors döntés, gyorsan megszabadulni valamitől, vagy valakitől. Valamilyen toxikus dologtól, ami csak mérgezi az életünket. Nézzük ezt a kártyát még, a főpapnő, hiszen ő titkot mutat. 11-es ház ugye az internet, lehet, hogy valaki befejezi a tevékenységét egy közösségi médiában, megszünteti a YouTube csatornáját, mert ugye ez is internet. Nos, na de nézzük meg azt a titkot. Mi lehet itt a háttérben? Titok. A 10-es ház. A 10-es ház. A karrier, a státusz, a célok, a legnagyobb cél. És mit kaptunk itt? Van egy ilyen gyönyörűséges királyunk. Nagyon gyakran ez a király. Vagy vízöntő, vagy ikrek, vagy mérleg. Érdemes odafigyelni ezekre a személyekre. Ilyen hideg, rideg, logikus, maga az ész, maga a józan ész, a hidegvér. Lehet ő akadályozhat minket a karrierben? Lehet ez a titok hozzá kapcsolódik? Ilyen is lehet. Érdemes odafigyelni. A státusz egyébként valakinek ez a kártya üzenhet, ugye terhességet. Mert a státuszváltás, eddig nem voltam szülő, most szülő leszek, tehát ez is státuszváltás, vagy nagymama leszek, nagypapa leszek, ez is státuszváltás. Van valami a háttérben, de ez a valami kapcsolatban van ezzel a személlyel. Vagy egyszerűen, amikor kiderül ez a titok, a halaknak ilyennek kell lenni, mint ez a király. Meg kell őrizni a hidegvérünket, a nyugalmat. Nem tombolni rögtön, nem
a szívünkre venni a dolgot, hanem csak okosan itt az ész dominál. Ez fogja előrevinni a halakat. Lehet ez egy sokkoló titok, lehet, viszont meg kell őrizni a nyugalmat. Jó? És csak okosan hozni döntést, okosan megtervezni tovább a dolgokat. Vagy ilyennek kell lenni, hogy bármi, ami a háttérben zajlik, nem fog engem kizökkenteni. Jó? Na, ilyen királynak kell lenni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!